Jótékonysági sportnapot szerveztek egy szadai kislány Diósi Laura számára. Szülei 16 éve küzdenek azért, hogy megragadhassanak minden lehetőséget, ami ha nem is a gyógyulást, de legalább kisebb állapotjavulást hoz lányuk Laura életébe. A kislány koraszülöttként jött világra oxigénhiányos állapotban, mind a négy végtagjára mozgássérült. Édesapja barátai egy alapítványt hoztak létre, melyen keresztül most bárki támogathatja a családot. Az alapítványon kívül a család barátai többféleképpen is megpróbálnak segíteni. Volt már jótékonysági koncert Oroszlányban, gyűjtenek kupakokat, május közepén pedig Dunakeszin szerveztek egy jótékonysági sportnapot, melynek teljes bevételét a Diósi család kapta meg. A Laura apukájával én kapcsolatba álltam, mint területi képviselő jártam az üzletébe, és annyira közeli barátság alakult ki köztünk, hogy már olyan örömmel mutatta meg nekem, hogy elkészült az alapítványa. És engem szinte ezután egy-két hónappal ki is rúgtak az állásunkból, mert létszámleépítés volt. És azt gondoltam, mondom, nem folyom be otthon a hajamat minden egyes nap. Ehelyett megszerveztem ezt a rendezvényt. 5 edző jött, egy szóra, egy kérés volt csak, és mindenki azt mondta, hogy természetesen jön, elvállaljak. A Tesco parkolójában rendezett sportnapon többféle mozgást kipróbálhattak az érdeklődők. Egy-egy óra 500 forintba került, ezen kívül becsületkasszát is kihelyeztek a frissítők, műzliszeletek mellé. A sportnapon Bagyinszki Anikó zumbaórát, Kánai Anita aerobikot, Nagy Amarilla dinamikus gerinctréninget, Lendvai Rita alakformáló órát, Unger Timea pedig kangu jump órát tartott. Hogy minden egyes alkalommal, amikor csak lehetett, amikor volt lehetőség rá, megemlítettem, hogy miért is vagyunk itt, hogy miért gyűjtünk, nem egy fiktív személy részére, hanem itt van a Laura, végigülte az egészet, ő is nagyon boldog volt. Megpróbálunk mindenféle lehetőséget megadni azért, hogy összegyűjjön egy kisebb mennyiség, kisebb összeg a Laurának a mozgáskorlátozásából adódóan, a kerekesszékre, az iskolába járásra és a gyógyászati segédeszközökre, gyógyszerekre fogjuk ezzel a kis összeggel, amit sikerült összeszednünk, ezzel tudunk neki támogatást adni jelenleg. Az édesapa Diósi Attila hangsúlyozta, hogy a befolyt adományokat kizárólag a kislányra fordítják. Csak az iskolába járás Budapest és Szada között havi 2000 kilométer, ami 25-30 ezer forintot jelent, és ehhez hozzájön még a szükséges orvosi kezelések úti költsége is. Ezen kívül további eszközöket, illetve gyógykezelést is tudnának a befolyt összegből biztosítani a szülők. Nem haszonszerzésnek kell tekinteni, vagy úgy kell ránézni, hogy akkor innentől kezdve kétszer olyan értékű autót, vagy kétszer olyan értékű számítástechnikai eszközt lehet vásárolni, hanem meg lehet vásárolni azt, ami nincs, vagy amit esetleg eddig nem állt módunkban finanszírozni. Milyen eszközök segíthetik még a mindennapokat? A mindennapokat egy mozgássérült életében többnyire a kényelem, többnyire a mozgás hiányosságokból adódó dolgoknak a kompenzálására. Értem ez alatt, hogy ő iskolában jár, de kézzel nem tud írni. Csak a gépén, a laptopján. 4 év alatt, 5 év alatt 2 gépet gyötört szét. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye egy kicsit mozgáskoordinációban korlátozott.
hát néha-néha kiugrik egy billentyűzet, és amíg a lelket lehet tartani egy ilyen technikában, addig tartjuk, de időről időre sajnos ez amortizálódik. A kényelem mit jelent? Hát például alvás közben egy matrac. Önálló ez úgy néz ki, és ezt születése óta az édesanyjával ránk háruló feladatként éljük meg, hogy éjszaka, hogyha őneki helyezkedni kell, akkor az annyiban merül ki, hogy ő szól, hogy anya, vagy szól, hogy apa, akkor oda kell menni, meg kell igazítani. Most egy kényelmesebb matraccal ez ritkábban fordul elő, és mondjuk másfél-két óra alvás, vagy másfél-két óránkénti alvás megszakítás lehet, hogy 3-4 órára nyúlik, ami ugye egy elég komfortos érzés az arab felálláshoz képest. A szülők a lehető legteljesebb életet szeretnék biztosítani a lányuk számára, ami nagyon sok lemondással jár részükről. Ők persze ezt nem bánják, de azért, hogy ők is újult erővel folytathassák a küzdelmet, pihenésre lenne szükségük. Nagyon jó lesne az is, hogyha egyszer el tudnánk menni akár két napra a feleségemmel, úgyhogy nem kell azon aggódni, hogy a nagyszülő mondjuk nem bírja el és nem tudja elvinni vécére, hanem ott van egy ápoló, aki le tudja számlázni azt az éjszakás felügyeletet, és az alapítvány ezt tudja neki finanszírozni. Vagy például van egy olyan gyógytornász, aki oda tud jönni, meg tudja a kezelését a Lauren meg tudja csinálni, és utána ő megy el, és nem mi cipelünk. Ezek mind-mind olyan segítségek, amik csak úgy megoldhatók, hogyha van finanszírozási háttér, és hát ez kicsit anyagiasan hangzik, de ez a pénz. A sportnap szervezője Agócs Tóth Enikő mögé többen is beálltak támogatóként, a résztvevők pedig nagyon jól érezték magukat sportolás közben. Tóth Enikő, aki közvetve kollégám volt, mert megszűnt az állása, ő tulajdonképpen ő tette a legtöbbet ezért a rendezvényért, hogy ez megvalósuljon. Ő szervezte az ismeretségi köréből a lányokat, akik tartották az edzéseket. Akkor a hangosítás szintén közvetve baráton keresztül, Régió Plusz TV-n keresztül jutott el hozzánk segítségként. A színpadot a Rolling Cars Kft. Biztosította, a Tesco adta a területet, Norbi Update adott kóstolót, Tesco adott nekünk inni, biztosította a sátrat, és tulajdonképpen mindenki, aki itt van, mindenki sokat segített a jelenlétével és a hangulattal is. Laura édesapja elmondta, hogy ő is távolságtartó volt eddig a különböző alapítványokkal szemben, de a barátai meggyőzték arról, hogy Laura számára a biztonságos és hosszú távú támogatást csak ebben a formában tudják nyújtani az emberek. Tehát így, hogy az alapítvány még új, az első két évben, amíg nem bizonyítja a létjogosultságát költségvetésileg, addig ilyen rendezvényekből és ilyen finanszírozásokból kell nekünk ez biztosítani, bizonyítani, és utána lesz majd arra mód, hogy egy kicsit talán könnyebben a személyi jövedelemadó 1%-ával is támogatható legyen. Nagyon szeretném eloszlatni az alapítványokkal szemben fennálló rossz hírnevet. Bárkinek személyesen van kérdése, kontaktot talál az alapítványnak a Facebook oldalán, bármikor tudunk elektronikus úton, vagy akár még telefonon is kommunikálni. Az alapítványnak tulajdonképpen feltöltés alatt van egy honlapja, és a Facebookon Diósi Lauráért alapítvány néven bárki bejelölheti és követheti ezeket a dolgokat, eseményeket. A család nagyon hálás a támogatóknak, hiszen ezekből az összegekből vagy a kupakgyűjtésből befolyt pénzből nem csak a jelenben szükséges dolgokra költenek, hanem már Laura jövőjére is gondolnak. Ha nagyot álmodok és a jövőt nézem, akkor Laurának tulajdonképpen ez nem egy állapot, ami egyszer véget fog érni. Ez élete végéig fog tartani, és ha már mi nem leszünk, akkor is a lehetősége megmarad annak, hogy egy kicsit a saját kezébe lesz a sorsa, vagy olyan emberek fognak rá figyelni, akik ismerik őt gyerekkora óta. És akár egy saját ingatlanban, saját gondozóval nem lesz kiszolgáltatva esetleg rossz akaró embereknek. Ha ön is szívesen segítené Laura mindennapjait, akkor pénzadományát elküldheti a képen látható számla számra.
Ha a kupakgyűjtésben tudna segíteni, akkor az összegyűjtött mennyiséget Diósi Laura névre leadhatja Veresegyházán a Goldlack Kft. Festékáruházában, címe Budapesti út 3, vagy Gödöllői üzletükben, mely a Béke utca 20 szám alatt található. Köszönjük segítségüket!